Az apja kedvelt. Gyakran hívott magukhoz. Kérdezgetett az életemről, háborúról, győzelmekről. Beszéltem mindenről. Hajótörésekről. Arról, hogy az ellenség hogyan fogott el, hogy lettem rabszolga, és hogy szöktem el. Iago! Mondjad már, mi jár a fejedben? De nem tudom, hogy akarod-e hallani. De lehet, hogy tévedek. Rossz tulajdonságom, kritikus vagyok, tisztában vagyok vele. Hibát keresek mindig, ott is, ahol nincs. Gyanakszom, egy kis paranoia, stb. Ilyen a természetem. Ne hallgass az én hülye képzelgéseimre. Csak összezavarnálok, jobb, ha nem mondok semmit. Na jó, nem érdekel. Megértem. A gyanakvás a legrosszabb dolog. Gyanakvás, féltékenység, megkeserítik az embert. Szerencsés vagy, hogy tőled távol áll. Szerinted féltékenynek kéne lennem. Miért? Mert a feleségem szép és fiatal. És okos. És mert tetszik a férfiaknak. Tudta, mit választ. És engem választott magának. Ne. Én akkor gyanakszom, ha látok rá valami okot. És ha már látom az okot, akkor nincs tovább. Nincs szerelem. Nincs féltékenykedés. Na, ennek örülök, mert így beszélhetek. A kötelesség az diktálja, hogy elmondjam. Figyeld a feleséged és Cassiót. Nehogy valaki visszaéljen a bizalmaddal. A fehér nők mind elhetetlenek. To wander alone through